Folytatódik a városrehabilitációs program Salgótarjánban, ennek részét képezi a bontás is. A régi acélgyári kolónia helyén lassan eltűnnek a múlt nyomai. Az egyik bontásra ítélt épületen még a régi hengermű lemezei fették a tetőt. Ez a tetőfedő anyag általánosan jellemző volt a gyári kolónián. Igyekeztek ezt a régi látványt megőrizni a háttérben látható Petőfi iskola tetőfelújításánál is. A tavaly 145 éves fennállását ünneplő iskola még bizonyára sokáig őrzi a múlt emlékeit. De a kolónia lakásokból, a Salgóúti ingatlanoknál már csak a bontás maradt a megoldás. Az acélgyári úton még vannak menthető épületek. Néhány esetben pályázati forrásból a felújítás lehet a középtávú cél. Az acélgyári úton a 33-as számú épület bontásával kezdődtek a munkálatok, és az 51-es és 53-as épülettel folytatódnak. Salgótarjánban az elmúlt év végén 991 darab önkormányzati lakásból 265 darab lakást tartott nyilván a Salgóvagyon befalazott lakásként. Az acélgyári úton most 21 lakást szanál az önkormányzat. A tervek szerint novemberben befejeződnek a forgalomkorlátozással járó munkálatok.